Negyedévente jönnek össze a város, a térség vezetői és Karcag legnagyobb munkaadói kötetlen beszélgetésre. A város legnagyobb iparűzési adó befizetői a kávészünet alkalmából kapnak tájékoztatást az önkormányzat fejlesztési lehetőségeiről, illetve elképzeléseiről. Ennek több mint 100 éves hagyománya van Karcagon, hiszen a karcagi tanács, az önkormányzat több mint 100 esztendővel ezelőtt a karcagi vállalkozókból állt, a karcagi úgymond módos emberekből, hiszen az adó, erő, képesség szempontjából kerülhettek be a karcagi önkormányzatban. És ők döntöttek arról, hogy milyen irányba fejlődjön ez a város. És egy aranykorszaka volt Karcagnak és a nagykunságnak, és polgármester úr javaslatára ezt az aranykorszakot szeretnénk visszaállítani, hiszen azok, akik munkájukkal hozzájárulnak a közösségünk, a városunk építéséhez, azoknak legyen szavuk is. Azokat kérdezzük meg, hogy milyen irányba menjünk, hogy fejlesszük közös városunkat, és milyen terveink legyenek. És azt mondtam, hogy polgármester úr nem talált ki újat, csak visszatért ahhoz a régi és nagyon jól bevált technikához, amit felelevelített. Az egyik legújabb fejlesztési gazdaságélénkítő lehetőség a Vágóhíd úton kialakított iparterületben rejlik. Pályázati forrásból már megépült és betelepülőre vár egy 1000 négyzetméteres iparcsarnok. És bízunk abban, hogy egy olyan bérlő fogja ezt az ingatlan bérbe venni, igénybe venni, aki hosszú távon gondolkodik Karcagban, hosszú távon gondolkodik munkahelyteremtésben és gazdaságfejlesztésben, és hosszú távon érdekelt abban, hogy a várossal együttműködésben a befolyt iparűzési adó hatékony felhasználásával járuljon hozzá az itt élők életminőségének a javításához, mert az iparűzési adóból lesz járda, abból lesz útfelújítás, abból lesz bérrendezés, az önkormányzati dolgozók felé a köztisztviselői életpályát is abból lehet megalapozni, amit a városban működő vállalkozások iparűzési adó címén befizetnek. Az operatív programok kiírásai folyamatosan jelennek meg. A reménybeli forrásokra megalapozott pályázatokkal készül a város. Egy óriási úthálózat fejlesztés előtt áll a település, amelyhez csatlakozik egy önkormányzati, önerős, soha nem látott mértékű járdafelújítás. Folytatjuk az intézményi felújításokat, folytatjuk azokat a kulturális programokat, amelyeket elkezdtünk, amelyek megszokottak, és nyilván ezeket szeretnénk még bővíteni is. Tehát van elképzelésünk arra, hogy milyen irányba fejlődjön tovább a településünk, hiszen az a célunk, ahogy az előző szlogen is szólt, hogy Karcagnak fejlődnie kell, ezt a fejlődést nem hagyhatjuk abba, ezt a lendületet meg kell tartani, és ezzel a lendülettel kell tovább fejlődnie a településnek. Ehhez egy olyan erős önkormányzatot szeretnénk, és én azt látom, hogy egy ilyen csapattal fogunk nekivágni a következő önkormányzati ciklusnak is, amely hasonló lendülettel, hasonló erőbedobással fogja tudni megoldani a problémákat, és azokat az elképzeléseket véghez vinni, amelyet az előző ciklusban is megtettünk. A legutóbbi kávészünet az önkormányzati ciklus egyfajta lezárása is volt, hiszen a vállalkozók, munkaadók és a város vezetői legközelebb a helyhatósági választások után találkoznak.